A tordai Nepomuki Szent János római katolikus templomban ünnepi áhítattal kezdődött a Gyöngyös Pokréta műsora. A fesztivál lobogójának a megáldása után a néptáncosok díszfelvonulása és menettánca következett. Ez a tervezetnél rövidebb volt, mivel a szervezők úgy döntöttek, hogy a várható eső miatt a labdarúgó pályáról a helyi kultúrotthon nagy termébe helyezik át a rendezvény színhelyét. Nem mertük bevállalni ezt a kockázatot, hiszen ezek a viseletek, amikben itt a fiatalok ma föllépnek, egyrészt nagyon költségesek, másrészt igen nehéz pótolni, újat beszerezni. A cipők, csizmák azok bőrtalpú csizmák, fa szögekkel szerencsés esetben, és bizony a nedves talaj egyáltalán nem tesz nekik jót. Az időjárási viszontagságok ellenére már a szombati durindó is fergeteges hangulatban zárult a késő esti órákban. Ehhez hozzájárult a Csíkzenekar esti koncertje is, amit az eső sem ronthatott el. Zuhogó esőben a több száz, vagy mondhatom, több ezer néző tapsolt, énekelt, és úgy gondolom azt, hogy ennek ez a legszebb dolog, ami tegnap is tapasztalható volt a durindón, hogy független a hivatalos műsor befejezésétől az emberek összejöttek csoportokba, énekeltek, zenéltek, táncoltak, és ennek van a nagy értéke. A műsor szünetében bemutatták Bodor Anikó, Paksa Katalin Vajdasági Magyar Népdalok 5 című kötetét. Felléptek azok a fiatal tehetségek is, akik a gyermek és ifjúsági népművészeti vetélkedőn lettek díjazva. Közöttük volt a Kelebiai fiúk csoportja is. A gyerekek nagyon ügyesek. El kell mondani, és nagyon érdekes és hihetetlen, hogy ez körülbelül olyan 20 alkalomszor 10 perc alatt sikerült megtanítani a fiúknak. A Gyöngyös-Bokréten szerkesztőségünk tagjai is megjelentek. A Juhász zenekar mellett a Népkör néptáncosai között is fellépett munkatársunk. Az idei Gyöngyös-Bokrétára széki táncokkal készültünk, ami egy friss koreográfia. Idén készült el ott kora tavasszal, és akkor most egy másodszor vagy harmadszor mutatjuk be a nagy közönség előtt. A fellépések nem múlhatnak el egy kis lámpaláz nélkül sem. Egy délalföldi táncot adunk elő, még nem léptünk fel, 14-ek vagyunk. Hát egy kicsit izgulunk, de már várjuk, hogy elmúljon és letáncoljuk. A rendezvény végén a fesztivál lobogóját átadták Bácskosudvarhalva küldöttségének, amely a fesztivál tanács döntésének értelmében jövőre az 54. Gyöngyös-Bokréta és a 41. Durindóházigazdája lesz.